Lesz a kötelezettségszegési eljárás azon országok ellen, amelyek nem alkalmazzák a kötelező kvótarendszert és a többi európai döntést? A közeli jövőben nem tervezünk ilyesmit, pillanatnyilag nem akarunk senkit megbüntetni. Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki hajtsa végre a kötelességét. Ha egyes tagállamok erre nem hajlandóak, akkor megvannak az eszközeink arra, hogy meggyőzzük őket. Bejelentették, hogy a dublini rendszert ismét alkalmazni fogják Görögországban, de ön szerint az ország képes lesz visszafogadni a menekülteket Európából? Természetesen nem. Tavaly kiderült, hogy a dublini rendszer nem működik jól, és változásra van szükség. De ettől még a dublini rendszer életben van. Ami a kérdése második felét illeti, senki nem akar újabb terheket rakni Görögországra, hiszen már így is túlterheltek. Ők állnak a reflektorfényben, és igaz, hogy kezdetben későn reagáltak, de most jó munkát végeznek, fokozták az erőfeszítéseiket. In reacting the beginning, but now Greece is working very well, I would say. I mean, they have stepped up our efforts. Törökország és Németország NATO őrjáratokat szeretne látni a görög partoknál a határvédelmében. Egyetért a javaslattal? Mi a bizottság álláspontja? What is the commission's position? Do you agree with such a proposal? I don't see it in a negative. Én nem látom ezt negatívan, hiszen a NATO-nak megvan a képessége, az ereje, az eszközkészlete arra, hogy hozzájáruljon az erőfeszítéseinkhez, hogy javítsunk a helyzeten. Contribute in our effort to better manage this issue. Ugyanakkor a védelmi szervezet ügyében világosan meg kell határozni az ellenséget is. Vajon ezek az elkeseredett emberek az ellenségeink? Nem, az ellenséget a csempészek hálózatai jelentik. All these desperate people, their enemies? An enemy is the smuggler's network. Egy utolsó kérdés. Hallottuk a szlovák miniszterelnököt, aki szerint összeomlik az Európai Unió, ha nem vonják ellenőrzés alá a migrációs válságot. Az olasz miniszterelnök Matteo Renzi pedig a Titanicon játszó zenekarhoz hasonlította az Uniót. Mit gondol? Európa hibáztatása helyett arra kellene gondolni, hogy mi magunk is részesei vagyunk ennek az Európának. A visszatérés a nemzeti politikához hátrányosan érinti az európai álmot és az európai projektet, valamint visszavezet bennünket az európai történelem sötét múltjába. A kérdés nagyon is világos, mit szeretnénk, hogyan emlékezzenek a generációnkra a jövőben. Commissioner, thank you very much for being with us. Thank you very much for your hospitality.